A legfrissebb információk szerint hagyományos módon indul a 2020-as, 2021-es tanév. Gondolom, hogy erre készül Fehér Imre, a Nagykovácsi iskola igazgatója is. Hány gyerek fog ide érkezni mondjuk két hét múlva? Igen, hagyományos tanévkezdésre számítunk. Körülbelül 700 tanuló kezdi meg a tanulmányait szeptember 1-én. Az igaz, hogy ezt már két turnusba tervezzük tartani, hát ugye ezt az 500 főt nekünk is tartani kell, és akkor egy ilyen alsós, felsős megosztásba valószínűleg így tudjuk majd megoldani. Már magát a tanévnyitót, de 700 gyerekkel kezdődik itt szeptember másodikától a tanítás. Hogy vannak ellátva a tanerővel, van-e pedagógus hiány, ha igen, akkor hogyan próbálják majd megorvosolni ezt? Az a helyzet, hogy még van, az említette a két hét, még fönn van álláshirdetésünk, tehát még föl tudunk venni reményeink szerint két-három kollégát. Számítunk még a fejlesztőpedagógus mellett matematika, fizika szakosra, informatikusra, várakozó állásponton vagyunk, reméljük, hogy befut azért néhány jelentkező. Arra föl vannak-e készülve, hogy amennyiben, és ez szinte egyik napra a másikra megtörténhet, hogyha visszagondolunk márciusra, át kell állni a távoktatásra. Van-e erre kapacitásuk, eszközük és megfelelő szakembergárdájuk? Bár sikeresnek értékeltük az elmúlt időszaknak, a tavaszi fél évnek a digitális oktatási részét. Mi az utolsó két hétben egy belső továbbképzést tartottunk, amellett, hogy befejeztük ezt a komplex alapprogram módszertani továbbképzést is. Na most ez a belső továbbképzéssel a reményeink szerint egy szintet léptünk, tehát nem csak a kollégák fele az, aki már élő órát tud tartani, hanem mindenki, sokkal színesebbé fogjuk tudni tenni az oktatást, hogyha bekövetkezik ez, amire hát tulajdonképpen az egész ország talán számít, hogy előbb vagy utóbb de a második hullám valamilyen hatása lesz az iskolára. Sok fejlesztésre került sor. Itt gondolok arra, hogy egy osztálya több gyermekünk van, és egy konténerre bővül a lehetőségek tárháza, illetve a reményeink szerint még a nyári szünet utolsó időszakában elkészül a régóta várt tetőtér felújítás is az új szárnyon. Tehát egy ilyen megújultabb iskolával várjuk majd a gyerekeket és a kollégákat. Természetesen a sátor felújítása is megtörtént, Köszönjük a tankerület és az önkormányzat segítségét minden tekintetben. Én úgy érzem, hogy eszközökkel is, informatikai eszközökkel amúgy is el voltunk látva, és a szülőknek is tudtunk biztosítani, illetve a szülői felajánlásokat is tudtunk elfogadtunk, és azon családoknak, akiknek nem volt gépük, azok kaptak. Tehát reményeink szerint. Hagyományosan kezdjük az évet, de felkészültünk olyan lehetőségekre is, amelyek valószínűleg bekövetkeznek.